A világ harmadik legnagyobb gazdaságát képezik az 55 év felettiek, rájuk fókuszál a most induló Dél-Dunántúli régió fejlesztési stratégia. Az érintett korosztály igényeire épülő gazdaságfejlesztési koncepció számos ágazatnak, így az egészségiparnak, a turizmusnak és a kutatásfejlesztésnek is komoly lehetőséget kínál. Ezt ismerte fel a Pécsi Tudományegyetem. Ez is gazdaság hivatalosan az 55 év felettieket segíti, az idősödő korosztálynak az igényeire épül. A rengeteg tapasztalat, kapcsolatrendszer halmozódik fel az életük során. Ezt szeretnénk kihasználni. Illetve egy jelentős gazdasági fejlődés is tud képezni, miután adatok mutatják, hogy megtakarított pénzük van, ugye gyerekekre már nem kell vigyázni, nem kell már lakástörlesztést fizetni, éppen ezért olyan megtakarított pénzzel rendelkeznek, amit utazásra tudnak például költeni. Az emberek szerencsére egyre tovább élnek, és az időskorukra megfelelő ellátást kell biztosítani, ami egy társadalmi kihívás, de másik oldalra meg társadalmi feladat és egy gazdasági lehetőség. A másik ilyen tendencia, ez a technológia egyre gyorsuló fejlődése, és igazából ez az a pont, ahol az Innovációs Szövetség meg tud jelenni, képviselve azokat a szervezeteket, amelyek innovatív technológiákkal nyújtanak megoldást érdemben az idősödő kor kihívásaira, hogy számukra megfelelő életlehetőségeket tudjanak biztosítani 50, 60, 70, 80, 90 éves korukra is. Például mesterséges intelligencia algoritmusok használatával előrejelzések különböző egészségügyi problémákra, kihívásokra. A multiszektoros projekthez csatlakozott a Pécsi Önkormányzat, a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Kreatív Ipari Klaszter, a Nyugdíjasok Egyesülete és egy magánegészségügyi központ is.